Svájci az óra, Kölni a Kölni, Bécsi a Stóla, Angol a Pulcsi, o-o-o-o. Micsoda igények, o-o-o-o. Ez nem igaz, ronzon a gyújtó, tűzköven német, dior a rúzsot, Arden a krémet, o-o-o-o. Micsoda igények, o-o-o-o. Ez nem igaz, kiskorod batán, kergetett mamád az asztal körül. Hogyha gyermekén nem volt drága cucc, alul fölül. Jelmezekbe öltözött izgatott gyerekek lepték el február 24-én a Petri telepi általános iskola tornatermét farsang tiszteletére. Farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a mulatozás, a tréfacsinálás, az eszemiszom és az udvarlás időszaka ez. A farsangi hagyományoknak kétfajta változata terjedt el Magyarországon, a velencei és a germán féle. Ma már egy vicces egyveleggé alakult át ez a szokás, ahol a főszerep a jelmezes mulatozásé, szórakozásé. Talán leginkább a gyerekek élvezik, hogy jelmezeik által picit átlényegülhetnek valami mássá. A Petri telepi általános iskolában már évtizedes hagyománya van a farsangnak, farsang rendezésének. Az osztályok már hetekkel hamarabb elkezdenek készülni. Az osztályfőnök javaslatára és a gyerekek ötletei alapján közösen összehozunk egy produkciót. Külön van az alsós és a felsős farsang. Ma a felsős farsangra kerül sor, tegnap került megrendezésre az alsós farsangunk, ott 105 gyerek az alsó tagozatból, mindenki fellépett, minden osztály külön készült, nagyon aranyos kis produkciókat láttunk, nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek dönteni, végül is a harmadik osztályosok vitték el a Vándormajmot, amelyik a legjobb díjazott osztály volt most. Hamarosan kezdetét veszi a felsős farsang, felső tagozaton 6 osztályunk van, és minden egyes osztály készül valamilyen produkcióval. Itt is közösen döntik el az osztályfőnökök és a gyerekek, hogy mik legyenek. Általában valami aktuális témát választanak, és mindenki nagyon jól érzi magát. A zsűri ilyenkor pontozza, ki mennyi munkaórát ölt a jelmezek elkészítésébe és a produkciók begyakorlásába. A legjobb műsorszám pedig a Vándormajom boldog tulajdonosa lesz az elkövetkező egy évben. Nézzük, kik és hogyan szálltak idén ringbe a különleges vándorserlegért. Stop!
Még kérdezi? Beteg lett a malacom. Két tyúkom eltűnt, és hetek óta nem jött haza az uram. Jöhet még ennél is rosszabb? Jöhet. Micsoda? Hogyha hazadjuk az uram. Majd az igaz. A gyerekeknek hatalmas élményt jelent, hogy osztálytársaikkal tanórán kívül is élményekre tehetnek szert, hisz egy-egy felkészülés remek lehetőség arra, hogy összekovácsolja a csapatot. Az a címe, hogy micsoda igények Szécsi Páltól. Ez egy dalos produkció lesz. Hányan léptek fel benne? 20. Az a szefőnök, hogy beleszámítjuk 21-en. És miért pont ezt a dalt választottátok? Nem tudjuk, ez mindegyikünknek tetszett, és így jött ki. A látvány miatt is, meg úgy mindenkinek megragad a fejbe, hogy mit kell csinálni. Mert hogy szeretünk zenét hallgatni. Szécsi Pál a te korosztályodnak már nem olyan sokat mond, akkor mégis ráesett a választás, minden valami mai előadó. Hát igen, mert nem találtunk semmilyen mai előadót, és hogy az osztályfőnökünk kitalálta azt, hogy akkor, hogy milyen igényes osztály vagyunk, és akkor ezért legyenünk Szécsi Páltól a micsoda igények. Mivel készül a hatodik osztály a mai farsangra? Esküvőt fogunk eljátszani. Nem egészen esküvői dresszben vagy, mégis hogy fogsz illeszkedni ez a témához? Én leszek a házmesternek a fia. És miről fog szólni a darab úgy egész konkrétan? Hát arról, hogy van egy férfi, aki összeházasodik egy nővel, és hogy, ott, és hogy hány ember van, meg ilyenekről. Mennyi ideig próbáltátok, és hogy érzed, hogy hatott ez az osztályközösségre, ez a próbaidőszak? Hát próbáltunk eléggé sokat, és nagyon jó volt, összehozta az osztályt is. A műsorok pedig szünet nélkül váltogatták egymást a rögtönzött színpadon, a publikum egy percet sem unatkozott.
nézőink, ma az ország nagy részén már több órás napsütés várható, már eleinte nyugaton, majd inkább már csak délen, délkeleten lehetnek záporok, zivatarok, de közel sem annyi, mint tegnap. Ugyanakkor nagyon erős lesz az UVB-sugárzás, úgyhogy legyenek óvatosak a napozással. Gömböm az asztalon áll, csak lassan fogja szemed a fél homályt. Foglalkozom jóslással, kártyával és pénzmágiával. Igen, itt Iris. Jaj, Katalin vagyok, mi van Röcsögéről. Kedves jósnő, segítsen nekem. Pedagógus vagyok, van nekem egy 8. osztályom. Hát valami megszállta őket, én nem tudom, mi történt velük, valami rossz szellem, vagy démon. Nem tudok velük mit kezdeni, eltűntek a szemem elől. Legyen szíves, segítsen. Tud nekem segíteni? Megkérem az univerzum segítségét. Jaj, de nagy kő esett le a szívemről, legyen szíves. A zsűri feladata igen nehéz volt, de hosszas vívódás után sikerült dűlőre jutni, és minden kategóriában kiosztották a díjakat. A vándor majom kérdése sem maradt nyitott. A majom sorsát volt a legnehezebb eldöntenünk, de végül 5-0 arányban született meg a döntés, mindenki egyet értett,
és aki a mai napon a majmot megnyerte, az nem más, mint a 7. osztály. Mindenkinek gratulálunk! Így Oscar gálát idéző hangulatban zárult a délután műsoros része, amit Sulibuli követett. Jó hangulatban telt ez a farsangi mulatság is a Petri telepi általános iskolában, jól érezte magát mindenki.